Bejelentette visszavonulását az olimpiai bronzérmes Modos Péter, a 29 éves birkózó az utóbbi években sérülésekkel küzdött. Ráadásul a szabálymódosítások sem kedveztek neki. A január óta már edzősködő birkózót köszöntöm itt a stúdióban. Hát nagy váltás ez az életedben, én úgy gondolom, de azért jelezte már, hogy te január óta edzősködsz, hogy itt azért váltás lesz. Hát ez így van, az a sok sérülés, ami az évek során felgyülemlett, illetve ugye a szabályváltozás, ami nekem úgy nem kedvezett, akkor a olimpió óta ugye eltörölték a súlycsoportomat, az 55 és 60 kilót összevonták, csináltak belőle egy 59 kilót, ami sajnos nekem nem nagyon kedvezett. Úgy gondoltam, hogy ezeket így összevetettem, és tényleg azt láttam, hogy, hogy nem biztos, hogy megéri még éveket ebbe bele tennem, és jobbak láttam azt, hogy átüljek a szőnyeg másik oldalra, hiszen most ebbe is újult erővel és tényleg célokat megtalálva újból, újból megtalálom azt, hogy miért kell dolgozni és miért kell maximálisan oda tennem magam az életbe. Mennyire volt nehéz ez a váltás? Mennyire volt nehéz meghozni ezt a döntést? Hát sokan mondják, hogy, hogy nehéz, nehéz, de igazából most én mindig azt mondom, hogy, hogy mindegy, hogyha ha 29 évesen mondom, mindegy, hogy 33 évesen mindig is nehéz lesz. De úgy gondolom, hogy tényleg nagyon sok olyan ember áll mellettem, mint a volt edzőim, akikkel most jelenleg együtt dolgozok, a családom, a feleségem, tényleg, akik mindig biztatnak, és tényleg sose hagyják azt, hogy, hogy, hogy letérjek arról az útról, amit én elképzeltem magamnak de úgy gondolom, hogy, hogy tényleg ez, a, ez, az edzői dolog is egy olyan dolog, hogy a sportba tudtam maradni tényleg. Ez egyértelműen te elképzelésed volt? Tehát te már ugye érezted, hogy ez fáj, az fáj, ez nem úgy sikerül, ahogy szeretném, és milyen jó lenne edzősködni, vagy voltak súgók, akik azt mondták, hogy olyan ügyes vagy, meg olyan jól tudsz nekik segíteni, próbáld meg. Ez honnan jött? Hát én ugye gyerekkorom, kiskoromtól kezdve a vagyok, én, én már, már, mondjuk fiatal koromban is, ilyen 20 évesen is már eldöntöttem, hogy én a sportba szeretnék maradni, mint edző, és ez végül is ez így is alakult. Hogyan változott az életed? Mert azért elég komoly rendszer szerint kellett élni, és ez most egy másfajta rendszer. Sokan azt mondják, hogy egy, egy, egy ilyen talán pont ez a legnehezebb. Hát az biztos, ez teljesen más, hiszen nem úgy van, hogy oda megyek, és mint, mint, eddig, hogy dobok hogy 5000 darab fogást, hanem, hanem tényleg azt mindenre fel kell hívnom a figyelmet, ezért mondom, hogy kicsit szerencsés is vagyok ebbe, hiszen Struás Györgyel, Takács Ferencer és Fodor Zoltánatok együtt dolgozni, akiktől olyan sok segítséget kapok, hogy úgy gondolom, hogy lehet, hogy mondjuk 5-6 év kéne, ahhoz, amíg ezeket én megtanulnám, hiszen ez teljesen más dolog. Ugye figyelni kell nagyon sok dologra egy fogás bemutatásnál, hogy a csípőm, hogy áll a lábom, a fejem milyen irányban néz, szóval sorolhatnám, rengetegféle mozzanatra kell figyelni. A mindennapi életed mennyit változott ebben, tehát mondjuk az, hogy hogy, hogy kelsz, hogy hogy étkezel, hogy, hogy mennyit készülsz mondjuk erre? Hát a mindennapi életem igazából azt mondom, hogy nem sokat változott, hiszen ugyanúgy napi kétszerben megyek az edzőterembe. annyiba változott, hogy pluszban még én most sokat járok konditerembe, testépítéssel is foglalkozom, tanulok is ilyen edzői vonalon, hiszen fontosnak tartom azt, hogy a birkózáshoz minél több minden sportággal megismerkedjünk, hiszen az erősítő része is nagyon fontos a, a birkózó sportágnak, és pluszban ugye, most szeretném elkezdeni az a, a egyetemi szinten is, a TF-re jelentkeztem szeptembertől, úgyhogy, úgyhogy szeretnék képezni és tanulni. Így most, hogy visszatekintesz az eddigi pályafutásodra, mennyire mondod szerencsésnek, vagy inkább pekesnek magad? Hát mindig, ez, sokat gondolkoztam ezen, hogy mi lett volna, ha apukám, mindig szoktam mondani, hogy nincs olyan sportba, had, de ez tényleg így van. E, Vissza... mondják azért az ember, csak elgondolkodik Igen, igen, visszagondoltam, hogy, hogy tényleg, hogyha nem lett volna ez a sok sérülés, de én azt vettem észre, hogy ugye én maximalista ember vagyok, lehet, hogy ezek a sérülések vezettek mindig ahhoz, hogy, hogy ne 100%-kal edzek, hanem 120%-kal, és lehet, hogy pont ezeknek a sérüléseknek köszönhetem ezt a sok érmemet. Ez ezt az a vagy már utólag nem tudjuk meg. Ez, ez, alkati kérdés is lehetett? Tehát lehet, hogy a te izületed, csontjaid, szalagjaid esetleg nem igazán bírták ezt a terhelést? Hát az biztos, hogy extra sokat sérültem, én úgy gondolom, hogy az a 2008-as vérmérgezés azért nem tett jót itt a válizületemnek, valószínű, hogy ott olyan hegesedéseket okozott, hogy azóta rá onnantól két évre mindig meg kellett műteni valamivel, és mindig mással, úgyhogy ezt gondolom, hogy ez valószínű, hogy attól lehetett azért már belekostoltál január óta az edzősködésbe, és mit tapasztaltál? Mennyire ö, harapnak a sportra a gyerekek? Mennyire imádják ezt a sportágat, vagy mennyire mennek el csak azért, mert küldték őket, és valamit csinálni kell? Úgy gondolom, hogy akivel én a dolgozok, ugye a Birkozó Akadémián, azok már mind tudatos fiatal gyerekek. Hála Istennek, hogy, hogy tényleg felnéznek rám, is, és tényleg megfogadják a szavaimat. Úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy jó irányba halad a sportág, és reméljük, hogy, hogy nálam eredményesebbek lesznek majd. Mi volt, ami a legnagyobb nehézséget okozta ebben a váltásban a számodra? Mert azért láttam, hogy nagyon jól készültél, tehát fejben azért már ott voltál. Hát úgy gondolom, hogy, hogy, én mindig azt fogadtam el, ami volt, az élet ezt, ezt hozta, úgy gondolom, hogy, hogy nehézség, igazából nem nehézség, csak, csak egy teljesen más dologba kellett beleszokni, úgy gondolom, hogy még mindig nem teljesen, de szépen lassan most már, már gördülékenyen fog ez menni nekem is. Egyébként az, hogy már elkezdett tanulni, vagy azért, még ha nem is az egyetemen, de szaklapokat, vagy szakkönyveket olvasgatva, mi az, amit úgy érdekesnek találtál, hogy, hogy akár te is kipróbálhattál volna, hogy ezt mindenképpen meg kell mutatni a, a, gyerekeknek, mennyire látod másképp, más oldalról a birkózást így most? Hát úgy gondolom, hogy ugye nekem a, a edzői megvan sportedzői ö, oklevelemmel, ö, Hát más, más <laughs> Igazából ezt nem tudok rá olyan konkrét választ mondani, mert, mert Na azt mondom, hogy, hogy most egyébként sokkal jobban átlátom azokat a technikákat, amiket én csináltam például. Sok olyan részletet vettem észre, amit, amit mondjuk a, a, a mindennapi életemben ezelőtt nem, nem figyeltem meg maga egy fogásnál például. És ezeket most itt tök jó el tudom magyarázni a, a fiataloknak, ami, ami ez szerintem egy jó dolog, hiszen meglátom azokat az apró dolgokat is, amik, amik fontosak lehetnek számukra. Milyen korosztályal dolgozol, és melyik az, amiknél érzed, hogy hogy te nagyon-nagyon te jól rájuk tudsz hangolódni? Hát úgy gondolom, hogy a Birkóz Akadémia ott, ott mindenképp. Most kaptam egy új feladatot. A... Hány éves gyerekek vannak egyébként? Most? Hát ifi és junior korosztályú, ez ilyen 14-17 éves korig illetve kaptam most a, a serdülő válogatott irányítását is, én fogom most vinni, úgyhogy májusban lesz nekik Európa bajnokság, oda egy rövid felkészülés fogunk tudni csinálni, inkább azt mondom, hogy már csak élesítünk, Úgyhogy kapom én is folyamatosan az új feladatokat, ez mellett még a budapesti diák régiós tábort is vezetni fogom, Struás Györgyel. Úgyhogy azt mondom, hogy sok, sok feladatom a hála Istennek, szeretem csinálni és örülök neki, hogy minél többet tudok én is átadni. Teljesen kezdő gyerekekkel foglalkoztál már, akiknek tényleg a legesleges -leges legalapokat kell megmutatni? Voltak olyanok, akik most a, a pályafutáson vége felé ilyen ismerősök, barátok, voltak MMA-sok is, akik jöttek hozzám és ő nekik is ugye szinte a fogásoknak az alapjait kellett megmutatni. E, igen, úgyhogy mondhatni, hogy foglalkoztam olyanokkal. Hát sugárzik belőled az erő <laughs> és a pozitív szemlélet. Hát úgy gondolom, hogy ez csak így lehet csinálni. Én, én mindig azt mondtam, hogy aki amennyire szereti a sportágát, azt vissza is fogja kapni. E, lehet, hogy én ugye gyerekkoromtól kezdve olimpiai bajnok akartam lenni, ez lehet, hogy nem így alakul, de én azzal is beérnem, hogy egyszer az egyik tanítványom az lenne. Most pont ezt akartam kérdezni, hogy a sportolnak mindig van célja. Egyzőként mi a cél, mi az, ami már itt lebeg előttel? hiszen azt mondtad, hogy elég céltudatos vagy, és már gyerekként is tudtad, hogy hogyan haladsz, illetve hogy majd egyzőként szeretnéd folytatni. Tehát egyzőként mi a cél? Hát én úgy gondolom, hogy tényleg azt, hogy egy olimpián felállni a dobogóra, azt az érzést, az, az felírhatatlan tényleg, az, vagy olyan euforikus hangulat, amit, amit az ember csak ott belül ért meg, és úgy gondolom, hogy ezt, hogyha egy edzőként is, hogy, hogy maga a versenyzőm is mondjuk megélni ezt a, az érzést, ez elmondhatatlan igazából. Hát kívánom neked, hogy sikerüljön. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm.